Hírműsorunkat látják, köszöntöm Önöket! Heszler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége elnöke, és Dési Tamás, a mazsi hiszkülügyi referense tett látogatást Pápán. A legjelentősebb zsidó szervezet vezetőjét a polgármester fogadta. A látogatás alkalmával megtekintették a város zsidó emlékhelyeit, és szó esett az együttműködés lehetőségeiről. A város nevezetességeit tekintették meg a vendégek tegnap, különös tekintettel a zsidó emlékekre, így a zsinagógára és a zsidó temetőkre. Dr. Áldozó Tamás elmondta, többször többféle pályázatot nyújtott már be a város a zsinagóga épületének felújítására, vagy az ott bemutatni kívánt emlékek támogatására, sikertelenül. A tegnapi találkozó célja az volt, hogy megrajzolják annak az együttműködésnek a kereteit, mely közelebb viheti a várost ezen értékek megőrzéséhez. Mi mindenkinek szeretnénk kérni a segítségét, aki a mi ügyeinket egy picit is előre tudja mozdítani. Ezek közé tartoznak olyan közéleti szereplők, akár mint például Ilan Mór, Izrael nagykövet, akit többször fogadtunk itt Pápán, de a mazsi hisz, mint a legnagyobb, legjelentősebb magyarországi zsidó szervezet mindenféleképpen. Úgyhogy azért gondoltuk, hogy elnök úrral beszéljünk, mert neki helyismerete a pápai zsidó emlékeket tekintve korábban nem volt, és sokkal egyszerűbb egy közös munkát úgy megkezdeni, hogy pontosan tudjuk, miről beszélünk, és pontosan ismerjük egymás elképzeléseit és céljait, amit szeretnénk megvalósítani. Ehhez vitt most közelebb minket ez a mai találkozás. Heszler András érdeklődésünkre elmondta, lenyűgözőek a pápai zsidó emlékek. A mazsi hisz elnöke szerint mind a zsinagóga, mind a temetők unikális, európai és világszinten is jelentős értéket képviselnek. Konkrét segítséget most nem tudunk nyújtani, de abban maradtunk polgármester úrral, hogy közösen fogjuk figyelni a lehetőségeket, és akár egy EU-s pályázat, akár bármilyen más lehetőségnél egymást támogatva megpróbáljuk ezeket kihasználni. Heszler András hozzátette, a kötetlen beszélgetésben szó esett arról is, milyen hozadéka volt a város számára a zsidó és nem zsidó közösség együttélésének, és szóba került az is, hogy a mazsi hisz örömmel segíti a városi oktatási rendszert a zsidóság története és a holokauszt tekintetében. A Pápai Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete minden évben kiemelten kezeli a házasság világnapját. Az idei évben különleges programmal készült az Egyesület, hiszen a rendezvényt megelőző hetekben megszervezték a legszebb házaspárok versenyét, és az első három helyezett pár mellett köszöntötték a jubiláló házaspárokat is. A Pánke évről évre nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a házasság világnapját méltó keretek között ünnepeljék. A programon a résztvevők kötetlen beszélgetés formájában osztották meg egymással véleményüket, élményüket a házasság intézményével kapcsolatban. A Pánke minden rendezvényével azt kívánja bemutatni, hogy igenis léteznek még jó, tartós és boldog házasságok. Meg kell mutatni a társadalomnak, hogy családban élni jó, több gyermek felnevelése nem csak áldozat, hanem öröm és a társadalom a nemzet megújulásának feltétele is. 550 ezer forintot nyertünk pályázati úton az NCS, ez egy NCS-es pályázat, és ez a programsorozatunknak a harmadik része. Véleményünk szerint, mint nagycsaládosok és családosoknak a fontos a házasság a gyerekek nevelésénél is, és ezért szeretnénk ezzel a kis programmal felhívni a figyelmet a házasság világnapjára, a jó házasságra. A programon az egyik esküvői szalon ruháit tekinthették meg az érdeklődők, majd díjazták a házaspárok versenyének győzteseit és a jubiláló házaspárokat is. A legszebb házaspár címet elnyert Berki Béla és felesége, 28 éve házasok. Fotójukat lányuk küldte be a versenyre. Meg sem mertem a férjemnek mondani, mert mit fog szólni, hogy 28 évi házasság után címlapon leszünk. És akkor elkezdtük az ismerősöket, barátokat felkeresni. Lányom 5 iskolába járt, elég komoly létszámú cégnél dolgozunk, ott is sok ismerősünk van, és akkor próbáltuk felvenni a kapcsolatot, hogy szavazzatok ránk. És úgy gondolom, egy kicsit nagyon jól sikerült ez a szavazás. Bár a házasságkötések számának csökkenése továbbra is világtendencia, a statisztikai adatok szerint az utóbbi években nőtt a házasságkötések száma Magyarországon. 2012 első 11 hónapjához képest 2013 első 11 hónapjában csaknem 2%-kal több frigy köttetett.
Az állami erdőgazdaságokkal közösen hatalmas kiállítói területen mutatkozott be a Bakony Erdő ZRT a FEHOVA, Fegyver, Horgászat, Vadászat nemzetközi kiállításon a hétvégén. A Hungexpo területein megrendezett szakkiállítás és vásár a legnagyobb hazai vadászati rendezvény, melyen a Pápai Székhelyű Társaság évek óta részt vesz ajánlataival. A Bakony Erdő standja ezúttal is sok érdeklődőt vonzott, a cég szakemberei pedig már készülnek a következő kiállításra. Rendszeresen visszatérő és új vendégek egyaránt keresik a Bakony Erdő ZRT vadászati lehetőségeit. Mintegy 62 ezer hektárnyi területen végez vagyonkezelési, erdőkezelési tevékenységet a Bakony Erdő ZRT, és nagyságrendileg ugyanekkora területen végez vadgazdálkodási tevékenységet is. Az árbevételünk meghatározó része az bérvadászatból származik, és fontos, hogy mind a belföldi, mind a külföldi kiállításokon jelen legyünk. E meghatározó kiállítások egyike a FEHOVA, melyet a hétvégén rendeztek meg, és melyen a cég teljes vadászati kínálatát ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Nagy vadas területről van szó, a Bakony Erdő ZRT területein nagy vadvadászatra van lehetőség, mind egyéni, mind társas vadászat, és ennek a teljes palettáját kínáljuk. Gím, dám, muflon, őz, illetve vaddisznó vadászatára van lehetőség. 8 erdészetünk van, ahol a vadászterületeken vadászatra is van mód, és 6 vadászházunk van, ahol a vadászathoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat, elsősorban természetesen itt a szállásról, ellátásról beszélünk, tudjuk a vendégek részére nyújtani. Bár konkrét üzletkötések a kiállításokon nem nagyon köttetnek, a tapasztalatok szerint a későbbiekben többen úgy érkeznek bérvadászatra, hogy valamelyik szakmai vásáron ismerkedtek meg a bakonyi erdőgazdasággal. Túl vagyunk a FEHOVÁN is, illetve a dortmundi vadászati kiállításon is, de előttünk van még a salzburgi, ezen a héten fogunk oda utazni, ami szintén egy nagyon eredményes vásár, és évek óta járunk oda. És hát aztán kezdődik az újabb vadász idény márciustól, úgyhogy köttetnek a szerződések, és várjuk a vendégeket. A FEHOVÁN az állami erdőgazdaságok mellett számos vadászatot kínáló vállalkozás mutatta be ajánlatát az érdeklődőknek. Hazai és egzotikus trófea kiállítás várta a látogatókat, volt sólyom és véreb bemutató, és minden vadászathoz szükséges felszerelést meg lehetett vásárolni. A közelmúltban újra megnyílt a Tűr István gimnáziumban a Diák Galéria. A már hagyományosan megrendezett iskolai tárlaton most egy kis gimnazista, 8. évfolyamos diáklány, Dabóci Orsolya mutatja meg, hogy szabadidejében vagy kirándulásain, utazásain milyen fotókat készített az elmúlt években. Egy néhány évvel ezelőtti külföldi kiránduláson kezdett el komolyabban fényképezni a kis gimnáziumi oktatásban résztvevő Türös diáklány. Egyik évben Bécsben jártam, és még egy egészen rossz géppel kezdtem ott fényképezni, majd aztán tavaly előtt karácsonyra kaptam egy jobb gépet, és onnantól folyton mindenfelé járok, és mindenhol próbálom a jó pillanatokat lekapni. Szeretek utazni és kirándulni, és olyankor mindig nálam van a gépem. Orsolya 26 fotóját mutatja meg a Tűr Gimnázium diákgalériájában. Azt is elárulta, milyen képek is ezek. Idén jártam Londonban, és főleg onnan is vannak képek, és Párizsból. Természetfotókból párat hoztam csak, meg tulajdonképpen az időjárást szeretem fényképezni leginkább. Ez az esernyő, ezt Londonban vettem, és egy képen is megtalálható, és azért került ki, mert a képen nem mindenki ismerte fel, hogy az tulajdonképpen ez egy esernyő, és így könnyítek az emberek dolgán. A kiállításra való felkészülésben gimnáziumi rajztanára Fekete Gábor segítette Orsolyát. A tanár úr azt is elárulta, hogy ez a kép a Párbeszéd című a kedvence Orsi fotói közül. Természetesen szokott tanácsokat adni, hozok mindig képeket, és akkor elmondja róluk a véleményét is, hogy melyik jobb, és esetleg melyiket lehetne kiállítani.
Azt gondolom, az Orsi még nem céltudatos, amerre jár, arra kattingat, és ami megtetszik neki, azt ad hoc módon leveszi. Mindamellett hozzá kell tegyem, hogy mivel ő sokat rajzol, fest, a képi ismeretei nagyon bővek, ezért nagyon jó meglátásai vannak. A gimnazista diáklány úgy fogalmazott, leginkább hangulatokat szeret fényképezni. Azt is elmondta, hogy kedvenc képe az esernyős fotó, de a többi, ugyanezen az utazáson készített fényképe is nagyon közel áll a szívéhez. A fotózás mellett a zongorázásban és a színjátszásban is jeleskedő Orsolya elárulta, bár még csak a 8. osztályba jár, már kigondolta, hogy belső építészeti, iparművészeti vonalon szeretne majd tovább tanulni. Kedves nézőink, híreink után most kérem, hallgassanak meg egy közleményt. Holnap szerdán 17 órai kezdettel tartja soron következő összejövetelét a Kiliáni Beszélgetések elnevezésű programsorozat. A rendezvény vendége Szűcs Lajos, a Lombard Pápa NB1-es labdarúgó csapat csapatkapitánya lesz. A szervezők minden érdeklődőt várnak a Szent József kápolnában tartandó beszélgetésre. És most nézzük, milyen idő várható holnap. A ködfoltok feloszlása után több órás szűrt napsütésre nagyobb eséllyel a déli és délkeleti területeken számíthatunk. Napközben elsősorban északnyugaton, északon, elszórtan, estétől egyre több helyen várható eső és zápor. Megélénkül a déli-délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1-7 fok között alakul, a legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati északi tájakon 8-12, másút 13 és 18 fok között várható. Kedves nézőink, ezek voltak keddi híreink, nézzék majd holnap is a híradót, viszontlátásra!